Egy kisebb fajta csodának lehetünk szemtanúi, kezdte ünnepi beszédét Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja, a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola felújított épületének átadóján. Ez egy ilyen nagyon felemelő érzés, ez egy ilyen nagyon-nagyon jó érzés. Nem mindig adatik meg, vagy ritkán adatik meg, inkább így mondom, egy ember életében az, hogy részese lehet egy picit a jövőnek, és nekem ez nagyon fontos, én ebbe hiszek pedagógusként, emberként, és most úgy gondolom, ez a pillanat erről szól. A sokak számára csak VIP-nek ismert iskolában 2016. októberében csőtörés történt, ami olyan károkat okozott az épület szerkezetében, hogy sokáig úgy tűnt menthetetlen a létesítmény. Szó esett a közel 70 éves épület lebontásáról is, de végül az újjáépítés mellett döntöttek. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője közbenjárásával sikerült elérni azt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogassa a projektet 1,5 milliárd forinttal, sőt, kiemelt állami beruházásként kezelje az iskola újjáépítését. A munkálatok 2020-ban indultak el. Maga az intézménynek a létje az a számunkra stratégiai kérdés. Itt nem csak falakról van szó, meg terekről, hanem arról a szakmai oktatásról, ami biztosítja nem csak Szekszár számára, hanem a régió számára felkészült szakácsokat, felkészült vendéglátóipari szakembereket, cukrászokat, idegenvezetőket, tehát minden, ami a turizmushoz kapcsolódik. Sanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az átadó ünnepségen elmondta, a felújítás célja, hogy a szakképzés visszakapja régi dicső fényét, és a fiatalok a jövő nyerteseivé váljanak. Hozzátette, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, tisztán lehet látni, hogy egy szakma kitanulása stabil jövedelmet és kiszámítható jövőt biztosít. Ezért erősítjük meg a szakképzést, ezért fejlesztjük azokat az infrastruktúrális elemeket, iskolákat, tornatermeket, amelyek a fiatalok számára fontosak, ezért korszerűsítjük az eszközparkot, ezért csinálunk digitális fejlesztéseket, és ezért alakítottuk és fejlesztettük a szakképzés teljes rendszerét. A munkák során 3300 négyzetméter terület újult meg, 25 tanterem és 3 a kor követelményeinek megfelelő tanműhely került kialakításra. Itt azonban nem áll meg a vendéglátóiskola fejlesztése, a jövőben egy tornatermet is kap majd az intézmény.